A vonalban Tordján József, a Független Kisgazdapárt elnöke, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az, hogy most mi beszélünk, az azt jelenti, hogy ön végül is hazatérhetett a kórházból, pedig sokan aggódtak, hogy végül is nem tud elutazni Göncz Árpáddal Ausztráliába és Új-Zélandba. Ön is komolyan félt ettől? Én úgy gondolom, hogy az a tény, hogy én kaptam egy influenzát, és annak szövődményeként egy tüdőgyulladást, és kiderült a tüdőgyulladásról, hogy az egy nagyon veszedelmes fajta, úgynevezett pneumokokkuszos fertőzés. Körülbelül 20 éve nincs a magyar palettán, most ismét néhány esetben megjelent. Ez a tüdőgyulladásnak az a fajtája, amikor a krízis körüli időben vért köp a páciens, és tulajdonképpen nagyon magas a halálozási arányszám ennél a betegségnél. Ugyanakkor tény az is, hogy az én szervezetem messze az átlag feletti, erős, egészséges, és ennek következtében lábon hordtam ki a betegséget, majdnem a krízis időszakáig végig dolgoztam az időszakot. Ez okozott némi komplikációt, de napról napra gyógyultam, és végül is tegnap gyógyultam, távoztam az intézetből. Tehát ön végül is biztos volt abban, hogy elutazhat? Hát hogyne, egy pillanatig nem volt bennem olyan gond, hogy nem, hiszen én 50, ugye én, ha megemlíthetném, 66 éves vagyok, de életemben nem voltam beteg, tehát nem csak, hogy kórházban nem voltam, hanem beteg sem voltam. Akkor ezek szerint fel sem készületett arra, hogy végül is önt legyűri ez a betegség, és előre talán nem is tervezte meg, hogy távolítébe kiirányítja majd a minisztériumot. Hát én végig tartottam a kapcsolatot, mégpedig a politikai államtitkárunkkal, Szabadi Béla doktorral is, és Tamás Károllyal is, és miután a miniszteri statutum világosan rendelkezik arról, hogy a miniszter politikai helyettese a politikai államtitkár, ennek következtében az én minden irányú helyettesítésem mindig is a politikai államtitkár eszortja volt. Bevitték a K-vonalat és az M-vonalat az ön szobájába? Én nem használok se K-vonalat, se egyéb vonalat, én rendes vonalakat használok. Én úgy gondolom, hogy az élet velejárója, hogy ne rugaszkodjunk el a valóságtól. Mielőtt elbúcsúznék és jobbulást kívánnék önnek, és sikeres utat majd Ausztráliába és Új-Zélandba, meg nem állhatom, hogy ne kérdezzem meg, mi a véleménye a Tocsik perben hozott ítéletről? Közel 35 évig folytattam ügyvédi gyakorlatot, és a hosszú ügyvédi gyakorlat alatt megszoktam, hogy egy bírói ítéletet nem lehet a nyilvánosság előtt vitatni, különösképpen nem egy nem jogerős ítéletet még, tehát én úgy gondolom, hogy meg kell várni, hogy jogerős ítélet szülessen ebben az ügyben, és akkor lehet egy álláspontot kialakítani. Elnök úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, jobbulást és jó utat köszönöm Ausztráliára. Köszönöm szépen, én is nagyon jól esett az érdek.